A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődött a Halász Moritz kúria épületében. A vendégek megérkezése után megtöltötték azt az időkapszulát, melyet a Zele pavilon alapkövébe helyeztek el később. Beletették a pavilon látványterveit, egy meghívót az idei Gyóni Napok rendezvénysorozatról és több fényképet is. Majd közösen lesétáltak a kúria hátsó kertjébe és megtörtént az alapkőletétel. Tisztelt jelenlevők, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Jóni Napok rendezvénysorozat aktuális programján, a Városrész Zene Pavilonjának alapkőletételén és tervbemutatóján. Zelenák András, alpolgármester úr évtizedes álma volt, hogy a Jóni Városrész egy olyan zenepavilonnal gazdagondjon, amely stílusban változatos művészi csoportok, zenekarok, együttesek, dabasiak, dabas környéki előadók kapnak majd bemutatkozási lehetőséget. Zelenák András képviselői megbízatásának lejárta után az elmúlt évek során több alkalommal megosztotta gondolatait alpolgármester asszonnyal. Kiemelve azt, hogy nem csak az ötlet gazdája, hanem az egyik anyagi támogatója is kíván lenni a pavilon megvalósításának. Az ötlet alapján Ligetvári Istvánék készítették el a zenepavilon tervrajzait, melyet Zelenák András és Pálinkásné Balázs Tünde ötleteivel, javaslataival gazdagítottak, így nyerte el a terv a végső formáját. Az alapkőletétel után a terveket Ligetvári István mutatja be Önöknek a kúria épületében. Össze kell gyűjteni. Ez a szép örökség, ez a kúria és a parkja annyira szerintem annyira kihasználatlan, annyi minden lehetőséget kínál nekünk, hogy nagyon, és ezelőtt vagy 10 évvel jutottam el odáig gondolatban, hogy de jó lenne, hogyha Dabason a két zeneiskola, aki évente több tucat gyereket, kislány, fiút, fiatalabbat, idősebbet képez különféle zenei tudásra, hogy ezek a fiatalok meg tudjanak valahol mutatkozni. Szerettem volna régen, hogy egy ilyen helység, vagy egy ilyen hely legyen Dabason. Aztán, mikor nem jött ez össze, akkor gondoltam egyet, hogy akkor megpróbálom én egyedül, saját kezdeményezésből, netán elmondták a támogatásommal, hogy valósuljon meg ez a létesítmény. És most eljutottunk odáig, hogy látták, az alapkő le van téve, egy színvonalas, olyan helység, illetve hely lesz ott kint az udvaron, amit én a zene templomának fogok ezentúl nevezni, ahol a zeneiskolásaink minden évben, akár többször is bemutathatják a tudásaikat, hogy mi hova jutottak el. A folytatásban Ligetvári István, a zenepavilon tervezője mutatta be a látványterveket, valamint beszélt a tervezés folyamatairól is. Megmondom őszintén, ez könnyűnek hangzik, és hát meg is örültem, meg megtiszteltetés volt, mikor Mandi bácsi ezzel megkeresett, illetve Tündi. Aztán, mikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy milyen egy zenepavilon, akkor rájöttem, hogy ez mégsem egyszerű. Mert a zenepavilon az nem önmagában egy építmény, hanem egy működő valami, funkcionáló hát építmény. És hát ennek, mivel utána néztem a kultúrájának, a történetének, hát bizony kiderült, hogy hát ez nem igazán egy olyan fix és jelenleg például, hogy működik a Halász Moritz kúria és annak partja, tehát nem oda való, mint építményt le lehet rakni, de semmiféle kapcsolódása nincsen ahhoz, ami alapján a zenepavilonok létrejöttek. Az első zenepavilon egyébként Budapesten 1896-ban, vagy a millénium 1000 éves ünnepen készült el, az iparcsarnok előtt, gyönyörű szép. Na most itt jött a probléma, hogy akkor ma, akkor hogy is fogalmazzuk meg ezt a dolgot? Először is egy olyan helyen, ahol
mint zenepavilon, mint köztéri, közparki kultúra nem volt. Aztán megnéztem azt, hogy Magyarországon hol épültek, és azokban a zsákutcákban láttam belekeveredni a kollégákat, hogy például Szarvason hát létrehoztak egy lecsupaszított gótikus templom belsőt, akartak hagyományosak is lenni, akartak kicsikét historizáló romantikus formát, de igazán én azt gondolom, hogy de még ez egy jó példa, hogy nem érzem teljes mértéknek hitelesnek. Aztán néztem egy modernebb felfogást, ami Sopronba készült, ott megint az a probléma, hogy nem tudott az önmaga bűvköréből kijönni maga az egész alkotás, és hát az egész megvalósulás is nyilván már nehezen lehetett beleerőltetni azt a funkciót, hogy ott zenéljenek. És semmi másra ugye igazán nem alkalmas, mint az, hogy zenéljenek, ami már más keretek közül megy. Ma már központi rendezvényeken, koncerteket csinálnak. Belekerültem a Zsák utcába, hogy akkor mit csináljak, és egy erőteljes vajudás volt, hogy akkor építészetileg hogy fogalmazzam meg, illetve hogy töltsük fel gondolattal, annak ellenére, hogy Bandi bácsi nagyon jól megfogalmazta azt az alapvetést, hogy ennek a célja az lenne, hogy a Dabason tanuló zenétanuló diákok megmutathassák magukat, illetve akikből már művész a különböző színpadokon játszó művészek lettek, olykor hazatérjenek és programszemlően megmutassák magukat. Ez nagyon jó, viszont ennek egy olyan hely kell, ami nem alapvetően zene pavilon, hanem egy olyan hely, egy olyan pódium, ahol ezeket a rendezvényeket meg lehet tartani. Viszont mivel ezek alkalmi rendezvények, akkor pedig arra gondoltam, hogy hát akkor mi lesz, hogyha évente sikerül 2-3 ilyen koncertet megrendezünk, mi lesz közben? Ott lesz, akkor karban kell tartani, oda egy ilyen autentikus zenepavilonban, egy ilyen szaletlibe. Tehát igazán nem lehet időt eltölteni, akkor elkezdtem gondolni, hogy lehetne ezt olyan módon megoldani, hogy ez használható is legyen, de amikor nem használjuk, akkor a magának a parknak, a Fúria parkjának egy olyan helye lenne, ahol egyéb más tevékenységet is lehet folytatni. Leülni, gondolkodni, stb. És akkor jutott az a gondolat, akkor merült föl, hogy lehetne egy olyan amfiteátrum-szerű park építményt csinálni, aminek a középpontjában lehetne egy pódium, és azt valamilyen olyan lefedéssel, ami már valamiféle mai formanyelven próbálja megfogalmazni az árnyékolást, mert ugye itt nem feltétlenül arról van szó, hogy esőben ott a zenekar ne ázzon meg, mert a nézők meg áznak, tehát inkább egy árnyékolásról van szó. És ugye itt van a hely, ez egyébként ahol most kint voltunk, adja magát a gyönyörű szép körbejárható kis murvás útjával, egy olyan klassz fekvésű kis parkrész, ahol egy kisebb földmunkával egy ilyen kis amfiteátrumos pódiumot hozhatunk, létre. És én bízom benne, hogy lesz erő és kitartás, hogy ezt végigcsináljuk, és hogy tudunk talán még egy olyan különleges dolgot létrehozni Dabason és Gyónon, és én szerettem a kontrasztokat, amik még nemzetközi szinten is még ritkán fordulnak elő, és hát bekerültem abba a sorba, ahol erről beszélnek, és mindazonáltal, hogy mi élvezzük, hogy a programokat csinálunk, ez megint egy olyan pont lehet, hová ide valaki az ember megmutatja, mert hát ilyet, hogy nem láttak még. A műsor második részében Suhajda Gábor közreműködésével harmonika szó is felcsendült, valamint az egykori gyóni harmonikások is meséltek gyerekkori élményeikről.
elkövetkezendőkben megismerkedhetnek a dabasi harmadika diákokkal. Bizonyára a teremben lévők többsége ismeri az itt helyet foglaló személyeket. Viszont azt a témát és életük azon részét, amiről beszélgetni fogunk velük, valószínűleg kevesebb ismerik. Kérem, engedjék meg, hogy az est főszereplőit név szerint mutassam be önöknek. Elsőként Vadkerti Miklósnét, Ladányi Karolint. Kovács Ferencnét, Kattyán Erzsébetet. Tatai Bertalannét, Korsós Editet. Tusák Lajost. És Péli Lászlót. Köszönjük, hogy eljöttek. Az a kérdés merült fel, hogy lényegében is milyen kapcsolat van önök között, 1960 óta milyen kapcsolat fűzi önöket össze, illetve hogyan alakulhatott ki a harmonika iránti szeretet, illetve miért pont ezt a hangszert választották 10-11-12 évesen. És akkor én át is adnám a mikrofont, és akkor nagy szeretettel várjuk az önök válaszait. Hát engem váratlanul ért a harmonika. A szüleim az én megkérdezésem nélkül hozták. Egy kicsit akkor én meg is ijedtem, én bevallom őszintén a lehetőségtől, de utána elkezdtünk járni a zeneiskolába, és azért ott egy nagyon jó közösség alakult ki. Igaz, hogy gyerekek voltunk, de nagyon szerettünk oda járni, és hát főleg a évvégi bemutatót, amire izgultunk is, de vártuk is. Úgyhogy az én kapcsolatom az inkább ilyen váratlan volt, de utána megszerettem. Mondhatok még pár szót? És hát annyit csak röviden még, hogy a középiskolában elmaradt, ott tovább ugye nem folytathattam, de azért az ott tanultak. Ott is érvényesültek a karénekbe, meg hát a későbbi életekben is azért a szolfés, a kotta megtanulása az azért későbbi életemben is mindig segített, azért a zenéhez jobban hozzá tudok szólni vagy érteni, és hát a kisunokámat is azért, amikor iskolás volt, akkor tudtam segíteni a tanulásban. Hát röviden ennyit, sajnos a harmonikám már nincs, meg egy pár évvel ezelőtt eladtuk, de remélem, hogy olyan kézbe került, akinek örömet szerez. Először is ott volt a barátaim, tudnák mutatni róluk képet, mert azt a közben találtam. A zabasszöldősiek itt voltak, a zabasiak, jelenlévő Farkas Józsi is, az is a zabasi iskolába járt, és az így a baráti alapon összejöttünk, és megtetszett a szüleim. Tettek arra a szert, segítettek abba, hogy megvásárolták a hangszert, és én is ugyanúgy, mint a többiek, szeretettel jártam. Igaz, a szólóp is nem nagyon tetszett. Inkább csak harmonikát is szerettünk volna. És nagyon jó érezték magunkat, úgy, ahogy a babus elmondta, hogy nekünk is izgulás volt, és nagyon jó volt az, hogy fel kellett lépni, egy kis közönség előtt kellett szerepelnünk, majd utána én is elkerültem ugye a szakmába, abban maradt az egész, majd egy pár évvel ezelőtt az egyik barátomnak a fiának oda ajándékoztam, ő a Szőnyi zenekarban játszott, bocsánat, játszik is, elvitte, játszott is rajta egy darabig, és most azt mondta, hogy ő nem szeretne az utcán harmonikázni, visszaadja én nekem. Hát most próbálom meg itt bemutatni, ez az én hangszerem, ami itt van, és most előre is és szeretnék felajánlani a harmonikámat nektek. Mielőtt eljöttem, egy kicsit összeszedtem a gondolataimat, hát azért az az 55-60 év nagyon sok, ami úgy mégis előjön az embernek, de egyre az biztos, hogy határozottan emlékszem, hogy anyukám Pesten dolgozott a Kőbányai Textilbe, ami azt jelentette, hogy az Operett Színházban állandó bérletünk volt. És az ottani valamelyik, és nem emlékszem, hogy melyik darabot láttam, kicsi voltam, és ott harmonikázott valaki.
és én akkor mondtam anyunak, hogy anyu, én kérek egy harmonikát. És akkor mondta az én édesanyám, hogy 950 forint a fizetésem, mint szövőnő, és ez a harmonika 4400 forint. Erre határozottan emlékszem, úgy látszik, hogy a számok az szakmából kifolyólag nagyon megmaradtak. És akkor én elsírtam magam, apukám kőműves volt, és akkor azt mondta, hogy meg kell venni ennek a gyereknek. De arra viszont már nem emlékszem, egy karácsonyra kaptam meg a 4400 forintos Weltmeister harmonikát. Ugye az én gyerekkori barátnőmnek, a Drexler Erzsinek akkor már Hohner volt. És amikor én megláttam ezt, hogy nekem csak egy ilyen kicsi van, akkor elsírtam magam. És hát mondta anyukám, hogy sajnos azt ők nem tudják megfizetni. Annak idején ugye nagyon ismert hangszer volt, és kedvelt hangszer volt a harmonika, és végül is a szülőknek a ráhatására kerültem én is ide. Nagyon szerettem járni, én amúgy is szerettem a zenét. És hát erre a tanárbácsira én is ugyanúgy minden én nagyon emlékszem, meg arra, hogy bejártunk Kispestebe, ott is volt egy zeneiskola, ahova mi jártunk. Aztán, amikor ott nem tudott fogadni bennünket, akkor a saját lakásán Budán fogadott bennünket, oda mentünk még zenélni neki. Tehát még ott oktatott bennünket. Azért mondjuk Dabasról, Pestre, Budára, azért milyen nagy energiabefektetés volt, hogy önök harmonikázni tudjanak. Hát nagyon szeretjük. És a szülők részéről is ez milyen nagy áldozat volt. Ez úgy kezdődött, hogy a Ferencéknek ugye két gyerek volt, illetve hárman voltak, de a Misi meg a Babi volt, akinek gyakorlatilag az ő szülei kerítették ezt a tanárt, ők intézték, az ő ismeretségi köréből került ide, és náluk is volt az első ilyen összejövetel, ahol hát ott találkoztunk először, és hát utána ugye hetente járt le, és hát így indult, akkor még Davoson nem volt zeneiskola, azt hiszem, másfél év múlva döntöttek, hogy akkor Juhász Sanyi volt a kultúrház igazgatója, hogy Dabason is indítanak zeneiskolát, és utána már oda tartoztunk. Tehát van itt egy fotó, amit a Lajos hozott, azon már az összevont, az összes zeneiskolai tanuló rajta van, a Dabasiak is, meg a Gyóniak is, tehát nem csak harmonikások, hanem hegedűsök, meg több is van, az már később volt, az egy két évvel később. Az lenne egyébként a következő kérdésem, ami szerintem többeket is érdekel, hogy itt a fényképen, ahogy említették, akkor 10-11-12 évesek voltak. Ebben a formában önök körülbelül hány eseményen léptek föl, melyik volt a legnagyobb élmény önök számára, melyik a legemlékezetesebb fellépés, illetve hogy hány évig zenéltek így együtt ebben a körben? Két évig, én két évre emlékszem, akkor jártunk itt ide a Gyónra a zeneiskolába. Én a Gyóni Kultúrba megtörtént eseményre emlékszem, én a különösebben más fellépésre nem. De tanévzárókon. Tanévzárókon, ja, ez a kép is, ahol itt ez a Zsilinszki iskolába készül, és valóban akkor itt a tanévzáró ünnepséggel szerepeltük, egyénileg is, meg együtt is. Akkor volt úgy, hogy ketten, hárman, ahogy a tanárbácsi ezt jónak látta. Akkor mindig a tanár úr volt az, aki ösztönözte. Igen. Nagyon szigorú volt, de nagyon alapos. Úgyhogy szót kellett fogadni, meg kellett tanulni, ha nem tudtuk, amit feladott, akkor bizony szigor volt, igen, és büntetés. Annyit szeretnék csak hozzátenni az egész zeneiskolához, hogy ez mindenkinek adott egy zenei alapot. Úgy a népzenébe, a muzikerbe, az operetbe, az operába, és csak magamról tudom mondani, a többiek nevében nem tudok beszélni, hogy én azóta, mióta iskolába jártam, ebben a zeneiskolába, én muziker, operet, opera, CD, lemez, mindent, oda járunk, legyen ez klasszikus, legyen az népzene, legyen az bármi, ez magába fejlesztett bennünket abban, hogy megszerettették velünk ezt a zenét, és tudjuk értékelni. Ez a mai kultúrában ez nagyon fontos, legalábbis akkor fontos volt, és ezt azóta is viszem és viselem, és már
legyen az egyházi, legyen az bármilyen. Már most nem akarok itt a túlzásba menni, már a gyermekem is, már a unokám is, már ebben van benne, papa ezt kapcsolt be, papa azt kapcsolt be, és nem azt, hogy csak azokat a akármilyen diszkózenéket, hanem más stílusú zenéket is szeretnének. És ez magában, ha mai időt nézem, aki eljár zeneiskolába, maga egy fejlesztés arra, hogy a zenei tudása, a kultúrája teljesen megváltozik. A beszélgetés közben Juhász Sándor is szót kért, aki akkoriban a Dabasi Művelődési Házat vezette. Volt egy kérdése. Azt tegye föl a kezét, aki engem nem ismer. Tehát Juhász Sándor vagyok, akkor illik, hogy bemutatkozzam. És 1957-től voltam 70-ig a Járási Művelődési Ház igazgatója. És most azt szeretném megkérdezni a Pérő Lacitól, hogy szerintem mikor alakult meg Dabason a zeneiskola? 60 körül. Egészen pontosan 58-ban. Fényképet hoztam magammal, ha ki lehet vetíteni, akkor meg lehet tenni, amelyiken 60-61-es február 9-i koncert a Gyóni Művelődési Ház udvarán, amelyiken dr. Bábel Balázs is rajta van, és még sokan, akik itt vannak közöttünk, vagy az élők sorában találjuk őket, a Velikovszky házaspártól kezdve, Kapitány Laci és a többiek, akik úgy tudom, itt a Laci. És annyit szeretnék elmondani, hogy a zeneiskola indulása itt Gyónon akkor melyik évben volt? Egy évvel előtte, akkor 57-ben indult. 57-ben volt. Egy évvel előtte innen Igen. Gyónon. Jó. És ki volt a tanár? Sandler. Igen. Jó. Mert az első tanár, itt a fényképen is rajta van, a Wagner tanár úr és a Kontra tanár. És a Kontra Antal, az már másodiktól tanított. Ez úgy stimmel is, ugye? Van, aki azt emlékszik rá, hogy tanította őt. Igen. És abban az időben az volt a, elnézést, nem akarom az időt húzni, csak röviden mondom, az volt a gyakorlat, akik a Bartók Béla szaktanár képzőben végeztek, azoknak egy évig vidéken kellett tanítani. Így aztán minden évben új tanárt kaptunk, de ennek nem volt sok haszna, mert ezek arra törekedtek, hogy ezt az egy évet letudják, aztán kész, mentek. Nekem az volt a célom, hogy egy végleges tanárt találjak, és egyszer Calvin Laci, lehet, hogy van, akinek ez ismerős ez a név, Dabason az általános iskola igazgatója volt, megkeresett, és azt mondta, hogy figyelj, nem kell neked egy zenetanár, jaj, dehogy nem, mert a két öregtől szerettem volna megszabadulni, több okom volt rá, most az nem ide tartozik, és még intim dolog is volt. Na, szóval lényeg az, hogy a Laci ajánlotta, hogy ha én tudok státuszt adni, akkor ő hoz egy tanárt, ugyanis ahova ő hordja a trabantját szervizbe, ott a munkafelvevő, egy Bartók Béla szaktanár képzőt végzett fiatalember, és akkor, mert neki ének tanár kellett, ha én adok státuszt, ő ad lakást. Most nem humorizálni akarok, komolyan ez volt a neve, a Felsődabason a Bika istálóban kialakított pedagógus lakások egyikét kapta meg az emberke, akit én elintéztem, hogy főállásban tudjam alkalmazni, mint zenetanár. Őt pedig úgy hívják, hogy Török György. No, innen kezdődik a zeneiskola. És hadd ne mondjam tovább, sokan vannak itt, akik jártak a zeneiskolába, hasznát vették, sőt, művészek lettek, felsőfokon képezték magukat,
de hogy a zenének milyen fontos jelentősége van, arra csak egy ilyen hétköznapi példát hadd mondjak. Ha a magyar ember szomorú, mihez menekül? A zenéhez, az énekhez. Ha boldog, mibe? A zenébe. Hát ezt kívánom, hogy mindenki legyen nagyon boldog, és elnézést, hogy raboltam az idejüket. Köszönöm.